Az első joga órám után azt éreztem, hogy van olyan tapasztalatom, amit soha. Semmi hókusz-pókusz, hanem az, hogy Atya úristen, jól vagyok, lebegek a föld fölött, könnyű vagyok, nem fáradtam el annyira nap végére, és ez, ahogy jöttek ezek a tapasztalatok, elég hamar eljött az, hogy ezt meg kell mutatni másoknak is. Az első óra lehet sokak életében meghatározó élmény, de a ma már jóga oktató Enikőnek az 5 évvel ezelőtti pillanat az egész életére hatással volt. Amennyire tudod, érezd magad otthon. Csak a szokásos. Jó. Ügyvéd végzettségű Enikő, amikor még a jóga egyáltalán nem volt az élete része, súlyos zsibbadásos tünetekkel, mozgásszervi panaszokkal ment orvoshoz. Hiába küldtem az információt, hogy mit szeretnék, nem úgy működött a kezem, ahogy szerettem volna. És mondta, hogy a zsibbadásom és a kezem működése az két különálló dolog. Kaptam egy helyi szteroidot a csuklomba, és mondta, hogy hát a további teljes zsibbadás pedig a rossz házasságom köszönhető, és a Xanaxot tudná ajánlani, mint kiváló megoldást erre, ugye, azért ez kicsit erős nyugtató. Úgyhogy, hát kérdeztem, hogy de nem kéne esetleg egy MR, vagy hogy legalább megnézze, hogy hogy járok, vagy hát én nem tudom, mi szokás ilyenkor, de hogy azért ezek súlyos gyógyszerek, hát nem, ő ezt így gondolja. A családi életével minden rendben volt, így további neurológiai vizsgálatokra volt szükség, amelyek szklerózis multiplexet mutattak ki nála, amely a központi idegrendszer támadva potenciálisan rokkantsághoz vezető autoimmun betegség. Az önmaga megerősítését célul kitűző Enikő ekkor fordult a jóga felé. Az én fejemben valahogy élt egy ilyen kép a jogával kapcsolatban, hogy az segít, hogy egy picit magadra figyelj, lassíts, minőségi időt tölts el magaddal, emiatt jutott erre, hogy jó, ez jó lesz, ez lassú, ezt bírni fogom most ilyen állapotban is, jót fog tenni a nem létező hátizmaimnak valószínűleg, és lehet, hogy még a lelkemet is helyre teszi. Nyújtózz lefelé a talpakkal, fölfelé a fejtetővel, érezd meg ezt a két irányú nyújtózást. Van olyan, aki több éve jogázik, akár nálam, akár máshol, és eljön pont azért, mert tudja, hogy mennyit számít például a lelkének egy ilyen közösségben való beszélgetés akárcsak. Van, aki úgy találkozik az autoimmun jogával, hogy rákeres arra, hogy milyen lehetőségei vannak, hogy ő tegyen saját magáért, mondjuk egy gyógyszeres kezelés mellett. 6 éve ügyesen beteg, 2 éve ismerem az Enikőt, és én határozottan 6 év óta úgy építem föl magam, hogy tudom, hogy tudatosan mozogni kell. A legfontosabbat ki kell emelni, amit tőle tanultam, azt hiszem a türelem. Rengeteg türelmet tanultam tőle. Enikő maga fejlesztette ki az autoimmun jóga rendszerét, ami a specifikus, alkalmazott jogák közé sorolható. A meglévő eszközrendszerből azokat használjuk praktikusan, azokat válogatjuk össze, amik számunkra a legjobbak. Kitapasztaltam azt az évek során magamon és a gyakorlóimon, hogy mi az, ami nekünk jól esik, jót tesz, egészségesen tart, vagy javít az állapotunkon. Én azt gondolom, hogy életem legjobb jogaoktatója, és ezt nagyon őszintén mondom, én rendkívül sokat tanultam tőle, 2 évvel ezelőtt ismertem meg. Türelem, alázat, tisztelet, ezek mind-mind jellemzik. Az én életemben is ő egy abszolút egy példakép. Az ő élete a betegség diagnosztizálásával nagy fordulatot vett. A legfontosabb felismerés mégsem pusztán az egészségére vonatkozott, hanem az addigi életvezetésére. Amikor megtudtam, hogy mi a betegségem, akkor az első gondolatom az volt, hogy nem kell szakvizsgáznom, nem kell elmennem, hagyhatom a munkajogot, soha többet nem kell kinyitnom, de most legalábbis hónapokig biztos, hogy nem. De azért amikor ezzel szembesülsz, akkor meg is állsz egy pillanatra, hogy úristen, és akkor azért elgondolkoztam és átértékeltem mindent. Nem biztos, hogy szükség van arra, hogy mindenki ekkor átváltoztasson az életén, de azon, hogy tisztában legyen azzal, hogy mi az, ami kiváltja, arra viszont nagyon nagy szükség van.